Fergeteges hétvégéjük lehet azoknak, akik szeretik a sportot és a magyar sportolókat. Egyszerre két világversenynek is Magyarország a házigazdája. Debrecenben a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a Liu testvérek egyéniben mindent megnyertek, amit csak megnyerhettek, és eközben hallhatták néhány perce. 21 év szünet után Európa-bajnok lett a magyar férfi vízilabda válogatott, és persze a nők tegnapi bronzáról se feledkezzünk meg. Óriási sikernek örülhetett szombaton Magyarország a debreceni rövidpályás gyorskorcsolya EB-n. Először Liu Shaoang szerzett aranyérmet 1500 méteren, majd 500-on Liu Shaolin Sándor arany, Liu Shaoang pedig ezüstérmet nyert. Szép volt, srácok, így gratulált közösségi oldalán a kettős győzelemhez Orbán Viktor. A Phoenix csarnok vasárnap is megtelt, Erdős Máté az összes magyar versenyző eredményére büszke, de a legjobban a Liu testvérekért szorított. Nekem nagyon tetszett. Főleg, hogy a fiúk három érmet is hoztak nekünk. Vasárnap még két aranyat és két ezüstöt nyert a két magyar. Több sportágban is izgulhatott az ország a magyar sportolókért a hétvégén. Vasárnap délelőtt már másodszor csapott össze egymással Fucsovics Márton és Roger Federer az ausztrál nyílt teniszbajnokságon. Bár a magyar sportoló végül veszített, az önmagában is siker, hogy eljutott a nyolcad döntőig egy Grand Slam tornán. Közösen nézte a meccset egy kisebb társaság abban a budapesti teniszklubban, ahol Fucsovics Márton a versenyeire készül. Nagy dolognak tartjuk azt, hogy egy ilyen klubban tudunk felkészülni, és mi is teniszezni, valamint szurkolni Marcinak, ahol ő is nap mint nap végzi a felkészülését. Amíg bent a mérkőzést nézték, addig a jövő reménységei a pályán edzettek. Visontai Milán példaképe Fucsovics Márton. A fiú több trükköt is ellesett már tőle. Az, hogy magyarként ilyen kis országból el lehet jutni oda, ahova ő a legjobbak közé, az engem nagyon-nagyon motivál, hogy én is egyszer eljussak oda. Minden jól sikerült, röptének örültek Nyíregyházán. Korábbi edzője büszke, hogy Fucsovics Márton az esti főmérkőzést játszhatta Melbourne-ben. Óriási érzés, hogy az innen a nyíregyházi salakra oda el tudott jutni, ez minden képzeletet felülmúlt. Ez már Győr és egy újabb sport, a kézilabda diákolimpia. Itt a fő téma a férfi válogatott EB szereplése volt. Nagyon nagy küzdőszellemük volt, az látszott, minden meccsen oda mentek. Sajnos a végére elfáradtak, de ez benne van. Ez egy jó kis út, amit tovább kell menni. A lelátón többen arról beszéltek, a magyarok első három meccse álomszerű volt, a csapat bátran játszott, példamutató volt a kitartásuk. A válogatott azzal együtt, hogy a végén már gyengébben ment, a erején felül teljesített. Mielőtt kezdődött volna az EB, nem gondoltam volna, hogy a csoportból tovább jutnak, ahhoz képest ragyogóan szerepeltek. Az elmúlt napok sikersorozatából a vízilabdázók is kivették a részüket. Óriásit fordított szombaton a női válogatott a bronzmérkőzésen. Három gól hátrányból jöttek vissza a magyarok, így végül megszerezték a bronzérmet. 2016 után ismét világversenyen állhatott dobogóra a válogatott. Hajrá, magyarok! Vasárnap este már meccs hangulat volt a Duna Arénánál. Az utcák megteltek, az ország minden pontjáról érkeztek szurkolók. Többen az arcukat festették nemzeti színre, vagy parókát vettek fel. A férfi vízilabda válogatott játszott döntőt a spanyolokkal. Úgy gondoljuk, hogy gyönyörű gólok lesznek. Napközben is a döntőre készült az ország, Tatabányán egy vízilabda tornán a női válogatott bronzérmével, és a férfiak Montenegró felett aratott győzelmével motiválták a gyerekeket a jobb teljesítményre. Erről is beszéltünk egy pár szót a ma esti EB döntő kapcsán, hogy milyen nagyszerű ez, hogy a felnőtt válogatott EB döntőt tud ma játszani. Békés Csabán pedig a játékosokat állították példaként a gyerekek elé egy tornán. A kisgyerekeknek ez egy nagyon nagy példa, hogy edzenek keményen, vegyék komolyan az edzéseket, és ilyen magasságokba is el lehet jutni. A férfi válogatott már a döntőbe jutással megszerezte az olimpiai kvótát, vagyis biztosan ott lesz Tókióban.